okosan átkutatták. Szóval maga volt az. Nos, olyan fegyvert használtam föl erre a célra, amelyel önök biztosan nem rendelkeznek. Milyen fegyvert? A női bájt. Ön gyűlöl engem, igaz? Ez így azt hiszem túlzás. Nem szabad túlbecsülnie magát. Tudja, Herr Lehmann, én igen boldog és elégedett voltam, mint londoni bankár. Aztán jöttek maga meg a kollégái, és akkor egy-kettőre vége lett addigi nyugodt életemnek. Senki lettem, és semmim sincsen. Folyton futnom kell maga és a hasonszérűek elől. Hogy tudja, mit szeretni Lehmann úr? A hazáját szeresse, ne engem. A hazám, amit szerethetnék, nem létezik e pillanatban. Erről maguk gondoskodtak. És maguknak kell megfizetni érte, Herr Lehmann. Tessék! Jó reggel, ször. Jó reggel, barátom. Nézze csak, a 6240 készítette, őt állítottuk rá Thomas Lieberre. És ki az, akinek magyaráz? Hát ez az. A német elhárítástól lószőrnagy. Akkor cselekednünk kell. Amint hazajön, köznevel az ajánlatunkat. Na nézd csak, már megint itt vagy. És ilyen korán? Simeon ezredes sürgős üzenetet küldött önnek. Miről van szó megint? Tudomására jutott, hogy az angolokat is érdekli a titkos dosszié. Na jó öreg Simeon, aki mindig tudja, hogy állnak a dolgok. Ennyi az egész? Nem, monsieur, igaz, hogy Portugáliában élek, de a szívem az francia, és egy honfitársamért, mint ön, mindenre képes volnék. Mademoiselle, jó tudni, hogy vannak még olyan francia nők, mint maga. A kék blézeres úr nincs a helyén, csak nem folyamodott önkiszolgáláshoz. Ennek utána kell járni. Vethetnék egy pillantást a szép fiókon? Természetesen, monsieur. Parancsoljon. Tessék, parancsoljon. Köszönöm. Remélem, nincs kifogás a látogatásom ellen, Mr. Lehmann. Leblanc. Jean Leblanc. Ó, pardon, monsieur Leblanc. Gondoltam, legjobb, ha itt várom meg. Szomszédja vagyok, a 118-as. Nem vagyok elragadtatva. Azt is megmondom, hogy üzleti ügyben jövök, ször. Milyen szerencsés napom van ma. Mindenki üzletet akar kötni velem. Tudok róla, hogy lószőr nagyjal is találkozott. Ő már Toulouse óta üldözi. Látom, most is kitűnően tájékozott. A német rádió üzeneteket gondolja, hogy nem hallgatják le Londonban? Azt hittem, sifrírozzák őket. Mindenhez megvan a kódunk. A németeknek úgy szintén. Nem is értem, mire való ez a különcködés. Nem volna egyszerűbb, ha leülnének egy asztalhoz és jókat pókereznének? Maga cinikus ember, semmiféle becsületérzés és morál nincs magában, ször. Ne hidelegjem. Azt hiszi, a titkosszolgálatosok mind hülyék? Ez nem kérdés, ez szugalmazás. Engedje meg, hogy ne válaszoljak, Mr. Lovejoy. Nagyon megkérném, hogy nevezze Mr. Ellingtonnak, ez az itteni nevem. Na tisztázzuk, magánál van a fekete oktatáska francia titkos dossziéjával. Ahhoz képest, hogy titkos dosszié, elég széleskörű nyilvánosságot élvez. Nem engedhetjük, hogy a németek kezébe kerüljön. Magát csak a pénz érdekli. Magának semmit nem számít a hit, a becsület, emberi tisztesség. Na most már elég. Ki akadályozta meg, hogy visszatérjek Londonba, és tisztes, békés polgárként éljek tovább? Maga is az átkozott titkos szolgálata. Most tessék, fizessék meg az árat. Mennyit kér? Attól függ, mennyit ajánlanak fel a németek. Lószőrnagy éppen most telefonál Berlinbe új instrukciókért. Nézze, én is telefonálhatok Londonba. És mindenképpen többet fizetünk, mint a németek. Akkor várjunk. A portéka az, aki többet kínál érte. És nem örültem a szerencsének, szomszéd úr. Hamarosan jelentkezem. A 119-es szoba. Készítsék el a számlámat. Köszönöm. Et
Pontosan az, amit ön keres, kedves uram. Diszkrét hotel, ahol senki sem zavarja, ezt garantálom. Jó, rendben van, kérném a kulcsot. Fölmegyek én is, uram. Attól tartok, hogy még nincs kitakarítva. Most ürült meg. Ez az egyetlen szobánk, ahol zuhany is van. A hölgynek úgy látszik, sietnie kell. Nem számít. Előfordul az. Hány napra kéri a szobát, uram? Uram, azt kérdeztem, hány napra kéri a szobát? Nem csoda, hogy nem hallja meg a kérdést. Thomasban életének nagy ötlete fogalmazódott meg, illetve pontosabban életének egyik nagy ötlete. Bocsánat, mit kérdezett? Hogy meddig szándékozik maradni, uram. De különben mindegy. Rögtön áthúzom az ágyat. Hát érezze jól magát, uram. Köszönöm. Lenne még egy kérésem. Nincs véletlenül egy írógépe? Csak egy ócska volt. Kölcsön kaphatám egy rövid időre? Egy pillanat, rögtön felhozom, uram. Köszönöm. A francia titkos ügynökök listája immár nem okozhat bajt. Nem fenyegeti többé veszély egyikük életét sem. Eltűnt a süllyesztőben. És német újságokat kérnék, az összeset, ami van. Sajnos tegnap előttiek mind. Nem számít, nekem úgy is megfelel. A múlt heti is jó. A két héttel ezelőtti is. Parancsoljon, uram. Ezeknek az ügynököknek már sem az angol, sem a német elhárítás nem árthat. Ha valamelyik titkosszolgálat nyomukba eredne, csak sírköveket talál. És sírköveket nem lehet kivégezni. Thomas egyébként három listát készít. Egyet Lawes őrnagy, egyet Mr. Lovejoy, egyet pedig Debra őrnagy részére. Hősünk megpróbál alkalmazkodni ellenfeleihez. Az idők szelleméhez, de leginkább önmagához akar hű maradni. Tessék, itt González! Fölösleges elváltoztatni a hangját, Lévin. Kiderítettük már, hogy hol rejtőzködik. A titkos dosszié miatt jelentkezem. Hogyan? Hát nincs maguknál? Elismerem, hogy rövid ideig a birtokunkban volt a fekete aktatáska, de ellenségeink elragadták. Ez kellemetlen, de mit tudok én tenni? Szerezzék vissza az angoloktól, csak ezt tanácsolhatom. Ne játssz előttem az ártatlant. Sikerült elcsípnünk egy londoni rádiogramot, amiből kiderült, hogy a táska üres volt, nem voltak benne a listák. Így igaz. Egy kísérletet végeztem el, és ez bebizonyította, hogy önök nem becsületes üzleti partnerök. Sem maga, sem a társa. Csak azzal bíztam meg, hogy figyelje magát, arról nem volt szó, hogy a táska. És gondolja, hogy én ezt elhiszem? Nem, Léman. Át akartak engem ejteni. Ezért most emelnem kell az árat. Sikerül beszélni Berlinnel? Igen, és felhatalmazok arra, hogy 6000 dollárt ajánljak fel. Amennyiben a konkurencia többet ajánl, és ön holnap délig nem jelentkezik nálam újra, akkor természetesen a legnagyobb sajnálatomra... Ne hamarkodj el a dolgot, Leblanc. Elképzelhető, hogy kedvezőbb ajánlatot is tehetek. Merem remélni, az önök érdekében. Viszont hallásra, Herr Lehmann.
tudom, Mr. Ellington. Honnan tudja, hogy én vagyok? Nem volt olyan nehéz kitalálni a délelőtti csetepaté után. Sajnos hiába volt. Maga Blöffel, ször. Hallgasson ide. Telefonáltam Londonba, ahol tudják, hogy Lawes őr nagy Berlinnel tárgyal. Úgy van, Berlin pedig tudja, hogy ön Londonnal tárgyal. És ezt hívják maguk titkos szolgálatnak. Egyességre jutott már Lawes kollégámmal? Az imént utasítottam vissza a nevetséges 6000 dolláros ajánlatukat. Én megadom a hetet, ször. Előjegyzésbe veszem. Nem értem, mire vár még. A németekre. Lehet, hogy ők még többet fizetnek. Meg a közönséges gazember, ször. Vigyázzon, Mr. Ellington, ha lepocskondiát, csökkennek az esélyei. Nos, én ráérek. Hívjon fel egy kicsit később. Hol készleked? Még mindig nem tudod, mikor kell hoznod a reggelit? De tudom, szenyóra. Még előbb is vagyunk 5 perccel. Te csak bízd rám, hogy én mikor vagyok éhes, jó? Jó. A tea túl világos. A pirítós túl sötét. A tojás túl kemény. Hallatlan, elkeserítő. És ez legyen az én reggelim? Én attól tartok, hogy más miatt tetszik bosszankodni. És olyankor mindig rajtam csattan az ostor. Ebben igazad van. Tehát miért nem jelentkezik? Miért nem mutatkozik azóta a kaszinóban? Miért nem hagyta, hogy kifizessem a neki járó pénzt a nyereségből? Miért csinálja ezt velem? Biztosan az üzleti ügyeit kell intéznie, aztán ha elintéztem, hogy jelentkezik. Nem gondolod, hogy valami nőügy lehet a dologban? Azok után, hogy a nagyságával megismerkedett, kizárt dolognak tartom. Köszönöm, Carmen. Igazad van, csak ez lehet. Monsieur Leblanc hamarosan jelentkezni fog. Csak türelmesnek kell lenni. Nem lehetetlen, hogy már ma este fölbukkan a kaszinóban. Biztosan így lesz. Ez a teja nem is olyan világos. A pirítós nem is olyan sötét. És a tojás egyenesen kitűnő. Köszönöm, szenyóra. Ebben reménykedtem kezdettől fogva. 7000 dollár. 8000. 9000. 10. 11. Ez az utolsó ajánlat. 12. Több nem. Hello, akárki. Itt Lehman. Tudni szeretném, hogy döntött. Határoztam. Önnek adom el 11 000-ért. Később megmondom, hol találkozhatunk. Mr. Ellington, ha nem tévedek. Mi az utolsó szava, ször? Ön nyerte meg a csatát. Önnek adom el 12 000-ért. De beszéljük meg, hogy hol. Mondjuk a játékkaszinóban este 11-kor. Nagy örömömre fog szolgálni. A játékkaszinóban kevésbé feltűrő helyet nem találhatott volna. De kérem, itt állandóan hatalmas összegek kerülnek gazdát. Az igaz. Itt a 11 000 dollár. Szabadna előbb azt a listát látnom. Kérem. Itt van mind a 157 név címekkel, fedőnevekkel. Kanáris-tenger majd boldog lesz. Sok sikert kívánok önnek is. Ebből alig, hanem előléptetés lesz, nem igaz? Már régóta esedékes. Amint látom, minden rendben van, megbízom magában. Tessék a 11 000 dollárja. Kérem, számolja meg. Nem szükséges, megbízom magában. És nagyon örültem az együttműködésnek, Herr Lehman. Jó utat kívánok, és ölelem Canaris urat. Így ismeretlenül is. Vegye tudomásul, hogy ő nem Canaris úr, hanem tengernagy. Itt vagyok, Monsieur Leblanc. Látja, a nyilvános helyek sokszor a legkevésbé feltűnőek. Fantasztikus, ugye? Hol a lista? Itt, Mr. Ellington. Á, nagyszerű. Azt a nácit szétveti majd a méregszer. Reméljük a legjobbakat. Itt a 12 000. Mikor utazik vissza Londonba? Már holnap reggel. Jó utazást. És üdvözlöm a szeretett Albion. Csak, hogy itt van végre. A múltkor úgy eltűnt a szemem elől, hol bujkált eddig? Üzleti ügyeket kell intézni. Oda akartam adni magának a nyereséget, és azóta... És azóta? Azóta eljátszottam megint az egész összeget. De az enyémet is a magáét is. Hiába nincs szerencsém maga nélkül. Nem haragszik nagyon. Ugyan, szóra sem érdemes azt. A maga könnyen beszél, de tudja, mekkora összeg volt? Közben gondoskodtam utánpótlásról. Nem akar újra szerencsét próbálni? Ön egy
Mi varázsol, monsieur Legrand? Nagy hatalmak állnak a hátam mögött. Na nem bánom, próbáljuk meg. De odaáll a hátam mögé. Ahogy kívánja, asszony. Jó, megyek listanokat váltani. Ha én ezt a klubban egyszer elmesélem. Leven, Siegfried Rauch, Végvári Tamás. Mabel, Diana Körner, Borbás Gabi. Estrella, Nadja Tiller, Szegedi Erika. Lóz, Herbert Fleischmann, Miklósi György. Lovejoy, Rainer Penkert, Bács Ferenc. Carmen, Hildegard Krékel, Joni Ildikó. Magyar szöveg, Szeredás András. Hangmérnök, Bognár Gyula. Rendezőasszisztens, Farkas Gábor. Vágó Gáspár Tamara. Gyártásvezető Pálinkó Mária. Szinkronrend.